Ötletpályázatot hirdetett február 1-én Nyírbátor város önkormányzata. A terv az, hogy a lakosság ötleteit is figyelembe véve szépítik meg és formálják át a bekötő utak környezetét. A pénzdíjas pályázatra március 31-éig lehet nevezni. Az elmúlt év második felében a város vezetése elkezdett egy olyan folyamatot, amit mi társadalmasításnak nevezünk. Ez azt akarja, hogy a városban megvalósuló fejlesztések, beruházások kapcsán kikérjük az itt lakók véleményét, mert szeretnénk, hogyha a város olyan irányba fejlődne, ami az itt lakók igényeihez, elvárásaihoz is igazodik. Ennek a társadalmasításnak egy újabb lépcsőfoka az az ötletpályázat, ami a mai napon fog megjelenni. Ez a bevezető, Nyírbátorba bevezető utak környékének az egységes arculati kialakítását akarja. Egyelőre ebben az egy témában, tehát a bevezető utak környékének az egységes arculat kialakításában hirdetjük meg, de terveink szerint ez egy próbának is tekinthető. Terveink szerint különböző témákban a jövőben ilyen ötletpályázatokkal elő fog rukkolni a város. Mit kezd a város azokkal az ötletekkel, véleményekkel, amelyek beérkeznek? Az ötletpályázattól nagyon fontos, hogy olyan elképzeléseket várunk, amelyek megvalósíthatóak egyrészt, másrészt figyelembe veszik a város hagyományait, történelmét, jelenlegi arculatát, és olyanná tudják tenni konkrétan a bevezető utaknak a környékét, amelyek egyrészt az ideérkezőknek is egy kellemes látványt jut, másrészt az itt lakóknak a mindennapi életéhez is hozzátartozik majd. Alapvetően nem terveket várunk, hiszen az ötletpályázaton magánszemélyek, egyetlen egy ember vagy csapatok is indulhatnak, nem kell szakembernek lenni, csak bizonyos mértékig meg kell tudni jeleníteni azt az elképzelést, amit ők kigondolnak az ötletpályázatra. Viszont a város előbb-utóbb szeretné ugye a realitások talajára vinni, tehát kivitelezni, úgyhogy mégis gondolom, hogy van ennek egy határideje. Március 31-éig várjuk az itt lakók, vagy a környéken élők, vagy bárki, akinek kedve van ötleteléshez a pályázatukat. Volt-e már hasonló korábban ötletpályázat, ha nem is ezen a néven, vagy pont ezen a néven? Hát az én emlékeim szerint hasonló nem volt még Nyírbátorban. Éppen ezért kíváncsian várjuk, hogy mennyire lesz érdeklődés erre, és mennyire lesznek azok a bátori emberek, akik egyébként igen kreatívak, mennyire fognak ezzel a lehetőséggel élni, és segíteni a mi munkánkat, illetve az itt élőknek a megelégedésére az ötleteiket a nagy nyilvánosság elé tárni. Azon túl, hogy akik pályáznak, esetleg az ötleteik megvalósulnak, azon túl bármilyen elismerésben ők részesülnek-e? Igen, a pályázatot úgy írtuk ki, hogy pénzdíjazásban részesül az első három helyezett, amit egy jelentősebb összegnek is tekinthetünk, hisz az első helyezett 500 ezer forintos pénzjutalomban részesül, a második 200 ezer forintban, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forintos pénzjutalomban részesül. Komoly hagyománya van az idegen nyelv oktatásnak a nyírbátori Bátori István katolikus iskolában. Az intézményben évről évre kimagasló azoknak a diákoknak a száma, akik középfokú, illetve felsőfokú nyelvvizsgát szereznek. Nagy könnyebbség az itt tanulóknak, hogy februártól az iskola akkreditált origós nyelvvizsga helyszínként várja a vizsgázókat. Ahhoz, hogy mi ITK origó nyelvvizsga hely lehessünk, ahhoz először egy akkreditációs folyamaton kellett átesnünk. A nyelvvizsga hely lehet többek között oktatási intézmény, mint mi, amely alapítói okirattal rendelkezik, illetve ezen kívül különböző tárgyi és személyi feltételeket kellett teljesíteni. Tárgyi feltételek például megfelelő számú terem, akkreditált tantermeknek kellett, hogy legyenek, tehát az akkreditációs bizottság eljött ide, megnézte, hogy tényleg alkalmas egy írásbeli nyelvvizsga megírására, vagy éppen a labor feladat meghallgatására.
tárgyi feltétel, hogy akadálymentesített bejáratunk legyen, tehát több ilyen tárgyi feltételnek kellett megfelelnünk, személyi feltételeknél pedig nyilván megnézték a megfelelő számú felügyelő tanár, hogy el tudjuk látni a feladatunkat, illetve hát az ITK Origo nyelvvizsga központban 7 kollégával egy nagyon komoly vizsgáztató tanári felkészítésen estünk át, vizsgáztunk, próbavizsgáztattunk, és megkaptuk a vizsgáztató tanári akkreditációt. Tehát ez is hozzátartozik egy nyelvvizsgahely beindításának a feltételeihez. Lehet-e ez a folyamat, annak a szélesebb körű folyamatnak a része, hogy az iskola egyre koncentráltabban figyel az idegen nyelvű oktatásra? Ez egy nagyon érdekes folyamat volt. Ugye, ha az iskolánk történetét nézzük, akkor maga a német speciális osztály az évtizedeken keresztül úgy gondolom, hogy vezető szerepet töltött be a régióban, a térségben, a nyelvoktatásban. Ezt a speciális osztályt felváltotta az 5 évfolyamos nyelvi előképzős osztállyal induló osztálytípusunk, ahol már az angol nyelv is belépett. Büszkén mondhatom el, hogy a nyelvi munkaközösségben, a nyelvi munkaközösség közel 70%-a ebben a gimnáziumban végzett. Erre tényleg nagyon büszkék vagyunk, mert mi hazajövünk, amikor ide jövünk dolgozni. És igen, az iskolában a nyelvoktatás mindig is úgy gondolom kulcs szerepet birtokolt. Ha most az egyházmegyét nézzük, az elmúlt évben, illetve az azelőtt évben itt szerzett nyelvvizsga szám messze meghaladta a többi egyházmegyei intézményét, tehát nekünk tavaly előtti tanévben 76, tavalyi tanévben 77 nyelvvizsgásunk volt, ami középfok, felsőfok, szóbeli írás, vagy komplex éppen, tehát igen, igen, mindenképpen úgy gondolom, hogy ez ennek a folyamatnak a kicsúcsosodása. És már az első hétvégén, február első hétvégéjén már ugye lehet is várni a nyelvvizsgázókat, hiszen nyelvvizsga hétvége, február első hétvégéje. Igen, február 2-án zajlanak majd a szóbeli vizsgák és a labor feladatok az intézményünkben, és 3-án pedig írásbeli nyelvvizsgáztatunk, úgyhogy reméljük minden rendben lesz. Azt már most lehet tudni, hogy ugye hányan jönnek nyelvvizsgázni. Igen, lehet, 30 fő jelentkezett. Ha péntek, akkor kulturális magazin itt a Bátor Televízióban. Köszöntöm a kedves nézőket, és már mondom is, hogy mit kínálunk Önöknek a mai adásunkban. Ismét szemezgetünk az egykori helyi televízió, ma már Bátor Televízió elmúlt 2 évtizedéből. Bemutatjuk Önöknek a Tinódi Vegyeskar egyik alapító tagját, aki már több mint 40 éve énekel a kórusban. A figyelmükbe ajánlunk egy szemléletformáló és programokban nagyon gazdagnak ígérkező napot, a Szelektív On napot. És végül a helyi múzeumról beszélgetünk az intézmény vezetőjével. Kérem, kísérjék figyelemmel a mai adásunkat is, és kezdjük mindjárt a visszaemlékezéssel. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A híreink következnek. Az elmúlt héten a kemény idő ellenére sajnos történtek Nyírbátorban bűncselekmények. Az elmúlt héten egy olyan bűnbanda tagjait sikerült elfogni, akik 1998 őszétől Nyírbátor környékén légvezetéklopásokat követtek el. A banda 6 főből állt, akinek lakhelye Tiszaeszláron található. Az elkövetők közül 2 fő előzetes letartóztatásban van, 4 fő pedig szabadlábon védekezik. A kárösszeg körülbelül 3 millió forint, amelyet a MATÁV-nak és a MÁV-nak okoztak. Összesen 10 rendbeli bűncselekménye vannak meggyanúsítva az elkövetők. Jellemző volt a tettükre, hogy Nyírbátor környékén a légvezetékeket levágták, eltulajdonították, majd kis tehergépkocsival szállították Tiszaeszlára. Egy
ilyen szállításuk alkalmával közúti ellenőrzés során buktak meg az elkövetők. Lopás miatt eljárást kezdeményeztünk egy 19 éves, egy 18 éves és egy 17 éves nyírbátori férfi ellen, akik február 10-én egy óra körüli időben Nyírbátorban a Széchenyi úton több lakás utcai kerítéséből fakkerítés betéteket tulajdonítottak el 25 ezer forint értékben. Február 13-án reggelre Nyírbátorban a Rákóczi úton egy lakás tyúkójából 9 darab tyúkot tulajdonítottak el körülbelül 4 ezer forint értékben. Az elmúlt héten a nagy hó és hideg miatt két rendkívüli haláleset történt területünkön. Február 11-én reggelre egy 25 éves balkányi férfit holtan találtunk meg a háza előtt. Február 15-én napközben Nyírbogáton az István tanyától 2 km-re a határban 5 cm-es hóréteggel befedve holtan találtak egy 54 éves nyírbogáti férfit. A férfi még február 9-én ment el Nyírbogát István tanyára vásárolni, majd vásárlás követően italos állapotban hazaindult, feltehetően útközben megpihent, és ezt követően kihűlt, bekövetkezett a halála. Egy 16 éves szellemi fogyatékos lány fagyhalála csak a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően nem következett be. Február 12-én délelőtt Tencsencsen egy 16 éves szellemi fogyatékos lány a helyi orvoshoz ment, majd onnan ismeretlen helyre távozott. A bevezetett rendőri intézkedés kutatás során a lányt február 14-én 12 óra körül időben, tehát körülbelül két nap múlva Encsencs község szélén egy kis erdőben a hóban fekve megtaláltuk, akinek teste lehűlt állapotban volt, testén kisebb fagyási nyomok mutatkoztak. Ezt követően a lányt mentőszállította a megyei kórház sürgősségi betegellátó osztályára, ahol kezelték, szerencsére életben maradt. Kedves nézőink, ezek voltak elmúlt heti híreink. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A helyi televízió állandó rovata volt hosszú éveken keresztül a rendőrségi hírek. Az előző percekben az 1999. február 17-i adásból láthattak bejátszást. Aki pedig ebben a bejátszásban szerepelt és ezeket a híreket megosztotta a nézőkkel, most itt ül velem szemben a stúdióban, Knof János rendőr alezredes úr, akit szeretettel köszöntök, üdvözöllek és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Annyit elárulhatunk a kedves nézőknek, hogy a mi ismeretségünk is a helyi televíziónak köszönhető, hiszen ott a felvételek között találkoztunk először egymással, és aztán megmaradt a jó viszony közöttünk továbbra is. Milyen érzés volt látni magad a majd 20 évvel ezelőtti felvételen? Nagyon furcsa érzés volt. Először is eltelt 20 év, még akkor fiatalok voltunk, és jó volt visszaemlékezni, nem ilyen környezetben voltunk akkor kezdetleges körülmények között, tehát nosztalgiázni jó volt percek alatt, igen. Pörgessük vissza egy kicsit az idő kerekét, és emlékszel-e arra, hogy hogyan kapcsolódtál te be a helyi televízió életébe? Milyen rangban szolgáltál akkor egyáltalán? Igen, abban az időben a Nyírbátori Kapitányság hivatalvezetője voltam, őrnagyi rendfokozatban, és a hivatalvezetőnek volt a feladata, hogy a sajtóval tartsa a kapcsolatot, és Polyák Laci barátomtól pattant ki az ötlet, aki nagyon régi ismerős falumbeli gyerekkortól ismerjük egymást, hogy mi lenne, hogyha a rendőrségi híreket a városi televízióban minden héten rendszeresen elmondanám, az emberek hátha a vevők erre és érdeklőket, mi történik a városban. Ez így is történt, és elkezdtük ezt a tevékenységet. A szignál kitalálása is, hogy honnan szerezzünk. Emlékszem, kimentünk a kapitányság udvarára Lacival, és szirénázó rendőrautót kamerázott le, és annak a szirénája volt hosszú évek keresztül a szignál. Mert hogy akkor még nem voltak ilyen modern körülmények, mint jelenleg, amik a rendelkezésünkre állnak. Az ember egyszer csak ott találja magát a helyi televízió képernyőjén. Hogyan tudtál erre felkészülni? Volt-e valamilyen segítséged mondjuk a hírek összeállításában, vagy a képernyőn való megjelenésben? A híreket én állítottam össze, megnéztem az elmúlt hét bűnügyi eseményeit, és amit érdekesnek, meg Nyírbátorban történt, érdekesnek találtam, akkor név nélkül adatvédelmi szempontokat figyelembe véve felolvastam. Hogyan készültem fel? Más nem volt, akkor még nem volt
Nem voltak sajtóreferensek még olyan nagy számban, mint jelenleg. Nem volt erre, hogy hogyan kell szerepelni. Lacival, Polyák Lacival ketten voltunk a stúdióban, megbeszéltük, hogy hogyan fog zajlani a hírek bemondása, és emlékszem, hogy attól kezdve, ahogy beindult a kamera, megláttam a piros fényt, levegő elfogyott, és púzus ezerrel vett, de sikerült megoldani végül is. De aztán a kezdeti szorongás, gondolom, ahogy teltek az adásnapok, egyre többször megjelentél, oldódott a kezdeti szorongás. Igen, de a lámpaláz az megmaradt egészen az utolsó percig, tehát szerepelt az ember, és okozott egy kis izgalmat. Miután szerdáról szerdára megjelentél a helyi televízió képernyőjén az aktuális rendőrségi hírekkel, és több száz nyírbátori család lakásába beköltöztél, hozott-e változást ez a hétköznapokban? Arra gondolok konkrétan, hogy az utcán esetleg többen megismertek-e a városlakók közül, vagy jártatban, keltetben előfordult-e, hogy megszólított valaki rendőrséghez kapcsolódó problémával vagy kéréssel, mert hogy te voltál a megszemélyesítője a nyírbátori rendőrkapitányságnak a helyi médiában. Igen, volt erre példa. Hát a barátok, ismerősök, azok médiasztárnak neveztek. És volt rá példa, hogy ismeretlen, számomra ismeretlen ember megállított, és akkor kérdezett problémájával kapcsolatban, ugye, mert engem látott a tévében, tudta, hogy rendőr vagyok, és akkor volt kihez fordulni, tehát akár bevásárlás, vagy a városban való sétálás közben ez előfordult. Tehát abban az időben gyakori volt, igen. Mondhatjuk ezt, hogy ez jelentett számodra nagyobb felelősséget is? Igen, mert amit kérdeztek, tehát hitelesen kellett válaszolni, olyan dolgokat kellett mondani, ami megállt a valóságot. Tehát, hogyha én valami rosszat mondtam volna, akkor ugye az égő lett volna későbbiek során, meg szakmai szempontból se lett volna megalapozott. Hány évig végezted ezt a fajta tevékenységet? Emlékszel rá? Hát úgy emlékszem, kb. 7 év. 7 évig, 2004-ben váltottam beosztást, és akkor ez a tevékenység alapban. Tehát ezt abba hagytam. Azt hiszem, hogy Fekete Szabolcs alezredes vette tőlem át a hivatal vezetését, és akkor ő folytatta a rendőrségeknek a bemondását. Ez alatt a 7 év alatt rengeteg hírt megosztottál a nyírbátoriakkal, de nem csupán hírek voltak ezek, hiszen beszámoltatok a sajtóeseményekről, beszámoltatok az állománygyűlésekről, és hát az érdekesebb bűnesetekről is. Van-e olyan, amit esetleg megemlítenél most a helyi vagy a Bátor Televízió nézőinek, ami különösen emlékezetes bűnügy volt, vagy valamilyen szokatlan dolog történt? Igen. Akkoriban még ritka dolog volt az, hogy vállalja az arcát a betörő, és volt rá példa, hogy vállalta az arcát a városi televízióban, és én készítettem el a riportot, megkérdeztem, mi volt a motivációja, miért csinálta, stb. És vállalta a szereplést, és elmondta, hogy miért tette, szánta-bánta bűneit. Arról már nem emlékszem, tehát nincs információ, hogy később találkoztunk ez az emberrel elkövetőként, de ez úgy furcsa volt számomra is, de jó sikerült a riport. Miután te már nem voltál a rendőrségi hírek közvetítője, figyelemmel kísérted, hogy mi történt azt követően, és adtál mondjuk Szabolcsnak az utánad következő szóvivőnek segítséget, tanácsokat? Igen, gyakran beszéltünk el, ugye nem is gondoltam, hogy az embereket ennyire érdekli az, ami a városban történik. Azt gondoltam, hogy nem tart ennyire tehát érdeklődésre számolt ez a hír, de léptanyon megállítottak emberek. Szerettek volna több mindent tudni a dolgokról, a bűncselekményekről, de ugye adatvédelmi szempontból neveket nem mondtunk, helyszíneket nem mondtunk, úgyhogy visszatérve Szabolcsra, igen, beszéltünk róla, a tapasztalatokról, mit, hogyan kellene, és ő is csinálta egy darabig ezt, tehát ő is szerepelt a rendőrségírekben. Ha újra lenne lehetőséged rá, szívesen belevágnál még egyszer? Igen, minden esetre. Jó dolog így visszaemlékezni a régi időre, és örülök annak, hogy részese lehettem, annak, hogy a Városi Televízió 20 évében ilyen szempontból részt vettem. Mi meg annak örülünk, hogy itt voltál és beszélgethettünk erről. Köszönöm szépen a lehetőséget. A város legrégebben működő kulturális csoportja, a Tinódi Vegyes Kórus 2016-ban ünnepelte megalakulásának 41. évfordulóját. A kórus egyik alapító tagja Veres Istvánné, vagy ahogyan a városban mindenki ismeri őt, Borika néni. Ő az, aki kezdetektől részt vett az énekkar munkájában, és máig megőrizte az éneklés szeretetét.
A Tinódi Vegyeskar hitvallása: boldog, aki énekel. Önök is látni fogják a következő néhány percben, hogy Borika nénire ez teljes mértékben igaz. Kérem, nézzék meg a vele készült beszélgetést. Édesapám nagyon jó hangja volt, anyukámnak is, testvéreimnek, mindenkinek. És vágytam, én mindig énekelni. Így kezdődött a kórussal, amit akkor még nem Tinódi Vegyes Kórusnak hívtak, hanem mi volt akkor a neve? Áfész kórus, igen. És a karnagyunk Szabolcsi Miklós volt. Utána jött a Bogotel János, igen. Borika néni, volt család, volt munka, mindenhol helyt kellett állni. Hogy jutott arra idő mégis, hogy szinte mindig ott tetszett lenni a próbákon, hiszen azt hallottuk, hogy az egyik legkevesebbet hiányzó kórustag az Borika néni. Nagyon szerettem pontosan megjelenni. A családom olyan volt, hogy küldött. Tálam is azt mondta, hogy menni kell. Ilyet nem mondjak, hogy kimaradjak, vagy ne tudjak menni. Tehát segítőek voltak, támogatóak voltak. Igen. Az elmúlt több mint 4 évtized alatt nagyon sok felé megfordult a kórus. Külföldön, belföldön, rengeteg fellépés volt. Van-e különlegesen kedves emlék, amire különösen szívesen tetszik visszagondolni? Minden országban volt valami. Mi volt a legnagyobb élmény? Hát Izrael. A Holtengerben, mikor fizettünk, és gyönyörű volt, szép, meg jó, az a sós víz, szép volt nagyon. Beletetszett-e már gondolni, vagy végig tetszett-e már számolni, hogy hány dalt tanult meg Borika néni ez alatt a több mint 4 évtized alatt itt a kórusban? Nagyon sokat. És úgy szerettem énekelni, hogy kottá nélkül. Mert ha a karnagynak a intését, akkor oda tudtam figyelni. És szóltak nekem, hogy mikor lejöttem a pódiumra, te Borika, hát azt mondja, te nem hajtogatod a kottát. Segített az éneklés abban, ez a közösség, hogy ilyen fiatalosnak, frissnek, lendületesnek tetszik lenni most a 89. életévben is? Nagyon sokat számított. Meg lehet azt fogalmazni, hogy miért jó ebbe a kórusba járni, hogy a fiatalokat mivel lehetne rávenni, hogy ők is jöjjenek énekelni ebbe a közösségbe? Mert szóval szeretni kell, és hát aranyosok a énekkalitások, mert elmentünk Vasváriba énekelni, és Sikos volt az út segítőkészek. Borika néni, oda ne tessék lépni, mert Sikos van, mindenki belém karolt, szinte elmertek a görög templomnak a lépcsőjéről, mint egy nagy család. És ez olyan jó érzés, hogy nem felejtenek el, és szeretnek. Érzem és tudom. Kezüket adták, hogy leessek a lépcsőről, ahol voltunk szerepelni. Hát csodálatos volt. Azt is tudom, hogy nem csak a kórus az a közösség, ahová szívesen jár, hanem van egy másik közösség is, egy nyugdíjas közösség. Ők kicsodák? Ugyanolyan, mint az énekkal. Ott szavalók minden ünneplésnél, igen. Úgyhogy nálam nélkül nincs ünnep. Egy nagyon szép verset tetszett elmondani, amikor a kórusnak volt az évnyitó vacsorája. Ha egy szerető szívre vágyol, nem talál sem közel, sem távol. Jöjj oda, ahol engem emlegetnek, ahol a fák is azt súlyák, hogy csak téged szeretlek. Nyírbátorváros önkormányzata március 1. szombatjára Szelektív Onnap elnevezéssel hirdet egy különleges programot. Erről is készítettünk egy beszélgetést, most ez következik. Mit takar a Szelektív Onnap elnevezés?
A Szelektívon rendezvényünk egy pályázatnak köszönhetően valósul meg, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium hirdetett még a tavalyi év folyamán. Erre benyújtottunk egy koncepciót, egy elképzelést különböző programelemekkel, amely főként a gyerekekre koncentrálódik, és a gyerekeken keresztül szeretnénk a felnőtteket is egy kicsit bevonni abba a világba, hogy a hulladékgyűjtés régén is oda kell figyelni, és ez egy fontos szívügyünk kell, hogy legyen, mert hiába vannak szép hulladéktárolók, de hogyha nem tudjuk őket használni, akkor az komoly problémát szül majd a jövőben. A Szelektívon rendezvény egyrészt játékos keretek között próbálja ezeket az információkat, ezeknek a tudásunk az elsajátítását mind a gyerekek, mind a felnőttek tudatába betáplálni. Mondhatjuk azt, hogy játékos formában szemléletet formálunk, így van, vagy így formál van. Az önkormányzat egyértelmű ezzel a programmal. Egyértelmű szemléletformálás lenne a cél. Ez március első szombatja, és mikor kezdődik a program maga? A program már részben zajlik, tehát évvégén meghirdetésre került az iskolákban, hogy papírhulladékgyűjtésre már föl lehet készülni, tehát hogy kellő mennyiséggel tudjanak majd az adott napon megjelenni. Tehát már a papírhulladékgyűjtés zajlik, amelynek a leadási napja maga a rendezvénynek a napja lesz. Illetve a kupakalkotások készítését is meghirdettük az iskolák számára. Ennek az lenne a lényege, hogy különböző művészeti alkotásokat készítenek. Ezek lehetnek térbeliek, tehát kisebb szobrok, illetve lehetnek akár egy festményt ábrázoló alkotások is, amelyeket majd kihelyezünk a művelődési központ egyik termébe, és ott mindenki megtekintheti ezeket az alkotásokat. De nem eddig szólna az ő életük, hanem szeretnénk akár majd későbbi városi rendezvényeken is ezeket az alkotásokat megjeleníteni, szerepeltetni, akár a ifjúság és családi kuckó udvarán rendezett különböző rendezvényekhez kapcsolódóan, ugyanis ezek azért valamelyest időjárást állóak, nevezhetjük így őket, és nagyon színessé tudják tenni egy-egy ilyen rendezvényünket. Egy picit menjünk be a részletekbe a két meghirdetett versennyel kapcsolatban. Az egyik a papírgyűjtés, a másik pedig a kupakokból készült alkotások. Kiknek hirdettétek meg a papírgyűjtést? Iskoláknak, vagy osztályoknak, vagy egyéneknek? Ez hogy működik? Hogy szól ez a kiírás? A papír hulladékgyűjtést az iskoláknak és az óvodáknak is meghirdettük, és természetesen csoportos hulladékleadás így van az, ami célszerű, és vélhetően úgy tudnak versenybe szállni, hogyha azért egy osztály összefog, és jelentősebb mennyiségű hulladékot gyűjt össze. Tehát plakátokat küldtünk ki ugye az iskolákhoz, óvodákba, illetve egyéb információs felületen is, mint például a honlapon is közzétettük ezeket a már elkészült plakátokat, tehát így informálódhattak a résztvevők erről. Tehát a városlakók ne lepődjenek meg, ha esetleg gyerekek csengetnek be hozzájuk, így és azt mondják, van, hogy a feleslegessé vált papírt ők szívesen elviszik, mert ez kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit rendet tegyünk otthon így a felesleges papírok. Vagy akár egy üzletekbe, vagy ugye sok helyen akár éttermeknél a kartondobozokat ugye külön... Tehát az is gyűjthető, az újságpapír, kartonpapír, és nem kell külön válogatni, hogy fehér papír, színes nem papír, hanem vegyesen minden. Nem szükséges, csak papírról legyen szó. És akkor ezeket az adott napon, ugye március 3-án, ez a márciusi első szombaton, délelőtt folyamán összegyűjtjük, lemérlegeljük, és aki a legtöbbet gyűjti, az díjazásban részesül. A kupakokból készült alkotásoknak pedig hamarabban a leadási határideje, az előbb talán már említetted is, amit a kulturális központban kell majd leadni. Igen. És ezek a kupakokból készült alkotások, ezek kiknek szólnak, kik készíthetik egyénileg, csoportosan, osztályok, tehát bárki összeállhat ennek a megalkotására is? Erre is bárki összeállhat, így van, és egy héttel hamarabb történik a leadási, mint maga a főrendezvény lesz. Ugye ennek a célja az lenne, hogy legyen idő szavazatokat gyűjteni. Tehát mind a Facebookon keresztül szeretnénk, tehát lefotózzuk ezeket az alkotásokat, közé tesszük a Városhivatalos Facebook oldalán, és ott mindenki szabadon leadhatja szavazatát. De aki nincs ennyire az internet világában elmélyülve, annak lehetősége lesz arra, hogy a kulturális központban egy urnába leadja az általa kiválasztott, vagy a leginkább tetsző alkotásra szavazatát. És hát ezen a napon, ezen a március 3-ai
szombaton olyat is hirdettek, hogy ökojátszóház és ökovetélkedő. Az ökojátszóház például milyen korú gyerekeket vár? A játszóház szintén az óvodásokat is kiszolgál, vagy tudja foglalni, tehát őket is tudja szórakoztatni. Így van, tehát ők is tudnak különböző dolgokat végezni, akár ilyen kiforgatós, tehát ilyen pörgetős játék, vagy egy ilyen asztali foci, ez is nagyon, nagyon ötletesen megvalósított, szelektív hulladékból készített kis játékelem, illetve a nagyobbak részére is ugyanúgy szórakozást biztosít. Tehát kiket, bocsánat, igen? Kiket vártok az ökovetélkedőre? A vetélkedőnek a célcsoportja leginkább a családok lennének, tehát hogy tegyük fel anyuka, apuka, vagy akár az egész család beáll egy ilyen kis játékos vetélkedőre, és tehát egyfajta családi programként is megjelenne ez a dolog, és egymással vetélkedünk, tehát hogy úgy fogjuk kiválasztani a épp jelentkezőket, hogyha például egy család jelentkezik, akkor hozzájuk egy családot fogunk ugye beállítani, mert úgy azonos esélyekkel azt teremtsük meg megfelelő formában, de hogyha például egy baráti társaság, egy 3-4 fős baráti társaság szeretne szintén egy ugyanilyen 3-4 fős társasággal összemérni a tudását, vagy erejét, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Még egyetlen dologról nem beszéltünk, a díjazásról, a papírgyűjtés, a kupak alkotások esetében, illetve a különböző versenyeknél. El lehet-e árulni, hogy mik azok, vagy csak nagy vonalakban, kicsit titokzatosan? Még szeretnénk ezt egy kicsit homályban hagyni. Amit elmondhatunk, hogy több 10 000 forintos nyeremények várhatóak, és az első három helyezettet díjazzuk, mint a papírgyűjtés esetében, mint pedig a kupakalkotások esetében. És még egy nagyon fontos dologról mindig nem beszéltünk, hogy meg fogja koronázni ezt a szelektív onnapot egy kiváló gyerekzenekar. Így van, az Alma együttes érkezik hozzánk, ő lesz a nap koronája, 4 órától egy nagyon jó kis koncertet fog a gyerekek és a családok számára biztosítani, illetve még azt hozzátenném, hogy a koncert előtt, amikor az eredményhirdetés megtörténik, egy nagyon jó kis kiállítás is megnyitásra kerül. Ez a Tükörben a világkiállítás, és ez 2 héten keresztül elérhető lesz a kulturális központban. Tehát, hogyha az iskolákból esetleg egy környezetismeret órán, vagy egy osztályfőnöki órán szeretnének programot a gyerekeknek, akkor meglátogathatják térítésmentesen ezt a kiállítást. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! A Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumának igazgatóját, dr. Báthory Gábort köszöntöm nagyon sok szeretettel a stúdióban, és a kedves nézők biztos elnézik nekünk, hogy tegeződni fogunk, hiszen nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. Mielőtt az idei év terveiről beszélgetnénk, készítsünk egy rövid leltárt az elmúlt évről. Milyen volt a 2017-es esztendő a Báthory István Múzeum számára? Én is köszöntöm a kedves nézőket, és valóban a január-február elején a leltár készítésnek az időszaka olyan értelemben is, hogy el kell számolni a fenntartó Nemzeti Múzeum felé, hogy mit tettünk, hogy teljesült a 17-es munkatervünk, ez megtörtént, és ez most könnyebbé is teszi a választ. Hát 17 az eléggé mozgalmas időszaka volt a múzeumnak. Egyrészt ebben az esztendőben futott ki az a támogatós program, ami körülbelül 12-15 iskolával együttműködő szerződés kapcsán évente 1000-1200 gyereket hozott múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával a múzeumba. Ez egy nagyon-nagyon sikeres történet. A másik nagy tevékenységi mutatónk is jó, hisz tudni kell, hogy egy múzeumnak általában 1 vagy 2 kiállítással kell évente előállni a nagy közönség elé. Nyilvántorban a múzeumban már több éven keresztül 4-5 kiállítást feszegetünk, és 17-ben 4 kiállítással tudtunk itt bemutatkozni. Ebben voltak nagyon szép anyagok Nádudvarról, Fazekas Istvánnak az agyagművészetét, a föld és a tűz kiállításra gondolok, vagy a múzeum éjszakája kapcsán Moldáviából került ide egy nagyon szép történeti anyag, ami még
kultúrdiplomácia esemény helyszínévé is emelte a múzeumot. Majd következett egy szomorú, de mégis felemelő kiállítás augusztusban. A kísérő rendezvényünk volt a zenei fesztiválnak. Rafai Kinga patikoló művész, aki Miskolcból indulva bejárt az egész világot. A kiállítást tavasszal egyeztetve, júliusban sajnos elhalálozott, viszont akarata szerint ragaszkodott a kiállítás megrendezéséhez, és ez megtörtént augusztus hónapban. És zártuk ezt szeptemberben Radványi Ildikó amatőr festőművész nőnek a bemutatkozásával, aki Nyíregyházáról, Máté Szalkáról, Vásárosnaményból, tehát a megyét megmozgatva hozott barátokat, közönséget a nyírbátoriak mellé. Természetesen folytattuk a műtárgyvédelmet is. Tudja biztos mindenki, hogy Nyírbátorban az ország legfontosabb 10 kultikus butordarabjához becsatlakozó stallum is itt van. Ennek 2014 óta folyik a restaurálása, és 2017-ben egy nagyon fontos szakasz az árult le, tulajdonképpen kész a stallumnak a helyreállítása. Ezt jó hallani. Már csak egy picike kis munka van hátra ebben az esztendőben. Természetesen üröm az örömben, hogy nem tudjuk ugye ezt a darabot a restaurálás után összerakni és úgy bemutatni, mert várunk a múzeum felújítására. Ez a 17-es év is ennek a előkészítésnek a jegyében folyt. Hát reméljük, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a stallum is méltó helyre fog majd kerülni. Éppen csak a második hónapjába léptünk be a 2018-as évnek, de az előbb mondtad, hogy a leltárkészítés időszaka van, illetve gondolom a következő év előkészítése is. Az idei munkatervetekben mik azok, amiket a legfontosabb célnak kitűztetek a Bátor István Múzeum életében? Hát miután ez a múzeum területi feladatokat is ellát, meg a bátor emlékeket is gondozza, nagyon fontos szerepe mindezek mellett még, hogy olyan ismeretterjesztő közművelődési feladatokat is, tevékenységet is ellásson, ami kapcsolódik a múlthoz is, meg a jelenhez is. Ezek az évfordulók. Ebben az esztendőben is vannak nagy évfordulók, amihez mi ilyen kis mini előadás konferenciákat rakunk össze tavasszal és késő ősszel. Ebben az esztendőben szeretnénk Mátyás király megkoronázásának 560. évére emlékezni. Szeretnénk lezárni a 100 éves centenáriumot, az első világháborús előadássorozatunkat. 170 éves, 1848. júliusában alakult meg ugye a Magyar Honvédség, tehát ennek is van egyfajta prioritása, és természetesen másfél érdekes dolgokkal is kiállunk a közönség elé. Két kiállítást mertünk csak bevállalni, azért kevesebbet, mint tavaly, hisz várjuk ennek a felújításnak a végkifejletét, és erre is gondolnunk kell, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ránk a múzeumnak más feladatai is majd bekövetkeznek. Két kiállításunk a áprilisban nyíló Nagy Lucskai Lászlónak, nyírbátori kötődésű amatőr festőnek a bemutatkozása. Őt a baráti kör sponzorálja, hisz nagyon komoly kapcsolatok fűznek, személyi kapcsolatok is fűzik a baráti körhöz. Illetve a múzeumok éjszakája a hagyományos évi rendezvényünkön, ez még egy titokzatos bejelentésnek is tűnhet, egy meglepetés kiállítással jövünk ide a múzeumba, ami bízunk benne, hogy meg fogja hökkenteni, meg jól eső érzést is fog kiváltani a Tiszától keletre eső lakosság körében, hisz egy olyan attrakcióról van szó, ami egyedülálló lesz majd itt a múzeumban. Hát akkor kíváncsian várjuk, hogy mit kínál nekünk 2018-ban a felsoroltak közül, és azokon kívül is még a Bátor István Múzeum. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk. Köszönöm szépen is.
Kedves nézőink, mielőtt elköszönnék önöktől, egy programot ajánlanék a figyelmükbe, ami február 7-én este 18 órától kezdődik majd a Városháza dísztermében. A Bátori Estek második előadására kerül sor, Zeneképlet, avagy a hangok mögött rejlő üzenetek címmel. Várnagy Andrea és Farkas Zsolt előadásában négykezes zongoradarabok hangzanak el, versekkel megtűzdelve. Belépő jegyeket 1000 forintos áron a Kulturális Központban lehet vásárolni, illetve a helyszínen a koncert előtt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak e heti kulturális magazinunkban is, és várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru üzlet biztosította.